új skinek, új pályák, új környezet, új betöltőképernyő, új balanszváltoztatások, új Brawl Pass, új Star Road és még sok minden más. Na de kezdjük is a skinekkel, méghozzá a World Champion Gaskinnel, ami 149 gembe fog kerülni és körülbelül az update napja körül fog beérkezni. Játékon belül így néz ki, az alaptámadása egyedi effektussal rendelkezik, ami becsapódáskor ilyen, találatkor pedig ilyen. Ráadásul még a szelleme is máshogy néz ki, úgyhogy alap, hogy még a szuperje is más. Ilyen a karakter vesztes animációja, természetesen egyedi, ilyen pedig a nyertes animációja. Még szép, hogy ez is más. December 24-e előtt fog érkezni a játékba a Yeti szem, ami 149 gemért lesz megvásárolható. Játékon belül így néz ki, az alaptámadása egyedi, ami becsapódáskor ilyen, találatkor pedig ilyen. És igen, a szuperje is egyedi, aminek az effektusa találatkor ilyen. A vesztes animációja pedig ilyen, és a nyertes animációja. Igen, ez is egyedi. És milyen hosszú! A Frost Queen Ember ugyanúgy december 24-e előtt fog érkezni valamikor, és 149 gembe fog kerülni. Játékon belül ilyen a skin, és a karakter körül folyamatosan még ilyen fagyos effektus is mozog, az alaptámadása egyedi, de még mennyire hogy az! Ami becsapódáskor ilyen, találatkor pedig ilyen. Természetesen a szuperje is máshogy néz ki, ami felgyújtva ilyen, és a szuperjét egy ellenfelem begyújtva ilyen. Itt van a vesztes animációja! Itt pedig a nyertes! A Krampus-es ugyanúgy december 24-e előtt fog érkezni a shopba és 79 gemért lesz megvásárolható. Vagy pedig hát az én nyereményjátékomon ingyen meg lehet majd szerezni és sokkal hamarabb, mint a kiadási időpont. Úgyhogy légy résen, iratkozz fel, hogy ne maradj le a nyereményjátékról. Játékon belül láthatjátok is, hogy nagyon más, mint az alapmodell. Pont ahogyan az alaptámadása is, ami becsapódáskor ilyen, találatkor pedig ilyen. És amikor nagyon mérges, akkor pedig ilyen az alaptámadási effektusa. És igen, persze, hogy a szuperje is különbözik. Micsoda ajándékcsomagok! Vissza a feladónak! Ez a vesztes animációja. Ez pedig a nyertes animáció. A Classic Shelly december 24-én fog érkezni a játékba, és full ingyen behúzható lesz. Ez az új ingyenes skin. Úgyhogy ne felejtsd el behúzni ezt a 2022-es évforduló skint. Azért gémen belül is látszódik a különbség, de alaptámadási effektusaiban nincs eltérés. Pont ahogyan a szuperjénél sincs. Ilyen a vesztes animációja. Igen, ugyanaz. Ilyen pedig a győztes. Szóval nincs egyedi animáció. Január elején az új Brawl Pass-szel fog érkezni a következő, a Gummy Bear Nita. Külön érdekesség, hogy most már a Brawl Pass-hez skineket is meg lehet majd vásárolni a megjelenés után egy évvel később, és ez a skin 79 gembe fog kerülni. Írtó édesen néz ki, játékon belül is a skin. Az alaptámadása egyedi, ami becsapódáskor ilyen, találatkor pedig ilyen. De nem csak az alaptámadása más, hanem a szuperje is. Egy óriási gumimaci. Ilyen a vesztes animáció. Full ugyanaz, viszont ilyet sem láthattunk még eddigiekben, hiszen a nyertes animációja különbözik. Bazett ugyanúgy január elején fog érkezni a játékba, és 149 gemért lesz megvásárolható. Játékon belül nyilván nem látok különbséget a két modell között. Az alaptámadása egyedi, ami becsapódáskor ilyen, találatkor pedig ilyen. És igen, a szuperje is különbözik, ami találatkor így néz ki. Ilyen a vesztes animációja, nagyon más, ilyen pedig a nyertes. Bizony, ez is különbözik. A Cupcake Daryl is január elején fog beérkezni, és ugyanúgy 149 gemért lesz megvásárolható. Játékon belül, mintha már két különböző karaktert látnánk. Az alaptámadása naná, hogy egyedi, ami becsapódáskor ilyen, találatkor pedig ilyen. És igen, még szép, hogy a szuperje is más. Ráadásul a shieldje is különbözik. A szuperje találatkor pedig ilyen. Ez a vesztes animációja. Ez pedig a nyertes animáció. Ó, igen. A Pinyátás az új Power League skinje lesz, így ő is január elején fog beérkezni a játékba, és 25.000 Star Point-ért lesz megvásárolható, és ez is, mint ahogyan a Brawl Pass skinek, ugyanúgy megvásárolható lesz gemekért, méghozzá 149-ért. Óriási a különbség játékon belül is. Ez, ahogyan rázza a fegyverét, szerintem őrületbe fogja kergetni az embereket. Az alaptámadása egyedi, ilyen becsapódáskor, ilyen pedig találatkor. És hogyha nagyon mérges, akkor ilyenek az effektusai. Azért van különbség bőven. És nyilván a szuperje is máshogy néz ki. Fortnite-os láma. Itt a vesztes animációja. Úristen!
tiszta epilepsziás roham. Itt pedig a nyertes animációja. Hát itt is örjön rendesen. Mondjuk, hogyha én is fellennék, akkor szóval nem biztos, hogy örülnék neki. A Baiku Eve január végén, vagy pedig február elején fog érkezni, és 149 gemért lesz megszerezhető. Nagyon más így a karakter játékon belül, hogy egy járgányban ül, és a trail effektusa, amit maga mögött hagy, zöld helyett kék. Az alaptámadása egyedi, ami becsapódáskor ilyen, találatkor pedig ilyen. És igen, a szuper effektusa is nagyon más, pont mint agyon a kijövő kis csicskásai is. Ilyen a vesztes animációja, bizony egyedi, ilyen pedig a nyertes animáció. Egyszerű, de azért nem rossz. A Highscore Griff is január végén, vagy pedig február elején fog bekerülni a játékba, és mindösszesen 79 gemért megszerezhető lesz. Játékon belül főleg az átszínezése látszódik, az alaptámadása egyedi, ami becsapódáskor ilyen, találatkor pedig ilyen. És naná, hogy a szuperje is más, azért nem kis különbség van, ami találatkor ilyen. Hú-hú-hú. Ez a vesztes animációja ugyanúgy kezdődik, de máshogy fejeződik be, ha egyáltalán befejeződik. Ez pedig a nyertes animációja, ami megint totál más. Konkrétan egy játékot kapunk az arcunkba. A Sam the Teddy skin február 14-e, avagy Valentin nap körül fog beérkezni a játékba, és 29 gemért lesz beszerezhető. Játékon belül főleg az átszínezése látszódik a karakternek, az alaptámadása ugyanaz, mint az alapmodellé, pont mint ahogyan a szuperje is. Így igen, a vesztes animációja is megegyezik, és a nyertes animációja is. Úgyhogy minden ugyanaz. Na de jöjjenek is az új balansz változtatások. Mr. P alaptámadási sebzését 5%-kal növelték. El Primo szuperjének sebzése 20%-os buffot kapott. Colt alaptámadásának lövedéke 5%-kal gyorsabban repül. Jesse Turettjének életereje 10%-kal meg lett növelve. Bull szuperjének sebzése 20%-os növelést kapott. Bivi életereje 5%-kal nőtt. Grom alaptámadása 5%-kal többet sebez. És emellett, mint láthatjátok, és 10%-kal gyorsabban repül a lövedéke. És plusz egy kis fun fact, igaz, hogy ez nem balansz változtatás, viszont a Frankengrom skin kapott egy egyedi szupert. Dynamite pedig 10%-kal gyorsabban szórhatja ki a dinamitjait, Otis alaptámadási sebzése 5%-kal csökkent, Griff pedig a szuperjének sebzésével 10%-kal kevesebbet tud tölteni a szuperjén. Mint ahogyan láthatjátok, és csak egy nagyon minimálissal töltött kevesebbet. Buster pedig 25%-kal lassabban tudja kiszórni az összes ammóját. Ilyenek is az új speciális gírek, amiből kapott Crow is az Enduring Toxins, ami 30%-kal növeli meg Crow-nak a poisonous sebzését. Leon Meeting gírje a Lingering Smoke, ami azt teszi, hogy egy másodperccel tovább tart a smoke bombja. Sandy Meeting gírje az Exhausting Storm, aminek köszönhetően Sandy Sandstormjában az ellenfelek 10%-kal kevesebbet sebeznek. Spike-nak a Meeting gírje pedig a Sticky Spikes, aminek köszönhetően Spike szuperje 50%-kal jobban lassít. Az új betöltőképernyő így fog kinézni. Megtalálható rajta az új környezetben fellelhető két új karakter, Chester és Mandy, aztán a Brawl Pass Tier 1-es skin, Buzzet és a Cupcake Daryl. És mi pedig itt vagyunk Candylandben, ahol minden édességből van, még a szivárvány is. Nekem nagyon bejön, azért benne van egy kicsit az ünnepi hangulat is. Ilyen lesz az egyik lobby háttér, ami nagy valószínűséggel Candylandnek a háttere és zenéje. Nagyon chilles! Már csak az unikornisok hiányoznak, amik ezeket a szivárványokat hányják. Aztán egy másik lobby háttér, ami a Brawl Stars-nak a negyedik évfordulóján fog bejönni. És utána pedig nagy valószínűséggel a Valentin napi lobby. Micsoda nyugtató zene. Úristen. Már el is felejtett, hogy egyedül vagy. És ez a háttér csak nem akkor fog bejönni, amikor az új arcade skinek is. Nagyon tetszik. De egyszerűen imádom ezt a hátteret. Ez az egyik kedvencem, tényleg. Nagyon letisztult, de annyira ott van. Ez pedig valami Lunar Event összút. Majd utána pedig a Broly Days-es lobby és zenéje. Hú, érződik benne egy kis gonoszság. Ez így nagyon pacek lesz. És egyúttal ugye beérkezett a Star Road is, ez lesz az új módja annak, hogy megszerezhessünk karaktereket. Nyugi, nem fogjátok elveszíteni a karaktereiteket, amiket eddig megszereztetek, hiszen rengetegen írtátok kommentbe, hogy most akkor újra kell kezdeni. Nem kell újra kezdeni. Ez, amit mutattak is a Brawl Talkban, csak egy új akkontot mutatott, hogy az ő esetében Nitát mondjuk majd így lehet megszerezni. Nektek ugye csak a hiányzó karakterek lesznek itt a Star Road-on feltüntetve. Először a játék meg fogja adni azt, hogy melyik karaktert unlockolhatod, és hogyha 160 kreditet kigyűjtöttél, vagy esetleg ha szeretnéd, akkor gemből azonnal unlockolhatod a karaktert. Oh yes! Majd utána pedig instant egy másik karaktert ki fog jelölni, amit következőleg unlockolhatsz. Vagy éppenséggel gemből megvásárolod,
akkor már meg is van a karakter. Kijelöl egy super rare karaktert, ami ugye nyilvánvalóan ugye több kreditbe is kerül, mert a rare-ek ugye 160-ba kerülnek, a super rare-ek 430-ba, az epic-ek 925 kreditbe, a mythic 1900-ba, és a legendary 3800-ba, de az első legendary 50%-kal olcsóban szerezhető meg. És nyugi, hogyha már vannak is legendary karaktereid, akkor is a következő hiányzó legendary-re ugyanúgy 50%-os kedvezményt kapsz, hát ez az update napjától kezdve nézi. Úgyhogy a legelején a játék nekünk kitűzi azt, hogy milyen karaktereket érhetünk el a Star Road-on, ez mindaddig megy, amíg a kezdő játékosok rá nem szoknak erre a rendszerre. Szóval ez egy kicsit ilyen oktató jellegű is. És egy idő után a játék feldobja már a lehetőséget, hogy választhatunk két adott karakter közül, hogy melyiket szeretnénk megszerezni. Szóval először itt mutatja be nekünk ezt a lehetőséget, hogy választhatunk. Azután, ha megszerezzük, már egy epic brawlert is unlockolhatunk, és itt is ugyanúgy választva. Nálunk a meglévőknél már nyilván mindenki máshol fog járni, és valószínűleg ott már mindenki választhat azonnal. Itt is láthatjátok a Star Road-on, hogy folyamatosan így van, és alatta pedig a karaktereknél mutatja is, hogy hány karakter közül lehetne már választani, ami pedig így jelenítődik meg, az azt mutatja, hogy itt az utolsó rért ugye már megszerezhetjük. Ezeket majd a döntéseink alapján kalkulálja ki a Star Road, hogy éppenséggel mik közül választhatunk. A kromatikus karakterek pedig bekerültek a Chromatic Shopba, ahol megvásárolhatjuk őket kromakreditekből, a régebbi szezonok brawlerjeit 500 kromakreditből, az ezelőtti szezonben lévőt 1500 kromakreditért, és a legújabbat pedig, hogyha nem húznánk be a Brawl Pass-t, akkor 4500 kromakreditért lehet megszerezni. Ezeket a kromakrediteket a Free Pass-en találhatjuk meg, de fontos, hogy kromakreditből azonnal nem vásárolhatjuk meg bármely kromatikus karaktert, mert ilyenkor plusz feltételhez van kötve, mint például itt Bellnél, és láthatjátok, hogy plusz egy kromatikus karaktert unlockolnunk kell, még mielőtt őt behúzhatnánk. De gemekből bármely karaktert bármikor unlockolhatjuk, mint például a régebbieket ugye 169 gemért, vagy pedig a legfrissebb előtt itt 349 gemért, ami még gyakorlatilag így megérősebb is, mint hogyha kromakreditből vennénk. Mert tripla annyiba kerül kreditbe, de gemben csak szinte dupla annyi. Ha megvan az összes karakterünk és rengeteg kromakreditünk van, amit nem tudunk már hova tenni, akkor beledobálhatjuk a globál fémbe, akkor elégethetjük és cserébe fémet kaphatunk. Ami ugye a profilunknál is megjelenik egy fém menüpontnál, itt mutatva, hogy melyik lesz a következő rank, amit elérhetünk, és magánál a kezdőlapnál is elérhetjük. Na most nyilván, hogyha nagyon sok kromakredittel rendelkezünk, akkor megnyomhatjuk az új rankokat. Először ugye egy bizonyos rankon belül kapunk magasabb szintet, majd utána, hogyha túllépünk, akkor jön egy újabb rank. Például ugye a földbolygó után a lunárfém. Nyilván egyre többbe kerül szintet lépni, tehát hogyha minden áron flexelni akarsz, akkor ennek ára van. Mert ennek az egész fémrendszernek gyakorlatilag csak egy értelme van, hogy fel tudjál vágni, legalábbis jelenleg. És ugye a következő update-ban jönni fog több feature ezzel kapcsolatosan, több módja, hogy villoghassunk vele, itt meg is kapjuk a marsot, azután pedig a Saturnust. És még hogyha mindig volt kreditünk, akkor tovább léphetünk a szolárfémre. Ezek után pedig, akinek még mindig van kreditje, forduljon orvoshoz. Utána már új bolygó nem elérhető. Nézzük is az új seasonnek, vagy Candylandnek az új Brawl Pass-ét, ami nagy valószínűséggel január 2-a körül fog majd beérkezni a játékba, és mivel ugye kiszedik a ládákat a játékból, ezért más jutalmak kerülnek be a Brawl Pass-re és a Trophy Road-ra is. Így a Brawl Pass fizetős részén kreditből 16x45 található meg, avagy 720 kredit, powerpointsból 15x150, avagy 2250 powerpoint, coinsból 5695 coin, egy pinpack, egy spray, két skin, egy karakter és 17 pin. Az ingyenes részén a Brawl Pass-nek pedig 16x85 kredit, avagy 1360, powerpointsból 18x160 plusz 190, avagy 3070 powerpoint, coinsból 9360 coin, kromakreditből 500 kromakredit, emellett egy pinpack és 90 gem. Avagy hogyha megvásároljuk a Brawl Pass-et, ami ugyanannyiba kerül, mint eddigiekben, akkor 2080 kredithez juthatunk hozzá, 500 kromakredithez, 5320 powerpointshoz, 15055 coinhoz, 90 gemhez, 2 pinpackhez, 17 pinhez, 2 sprayhez, 2 skinhez és 1 karakterhez. És aki esetleg még nem tudta volna, érdemes megvásárolni a most bent lévő Brawl Pass-et, ami most a játékban még elérhető, mind az update előtt, vagy pedig az update után is, mivel akik így tesznek, 80 gemet visszakapnak a shopban. Úgyhogy mondhatjuk azt, hogy majdnem ingyen jár a mostani Brawl Pass. Ahogyan említettem is, a Trophy Road-ra is új jutalmak érkeztek be a boxon,
cuccok helyett, akinek van esetleg felesleges 5 perce, nyugodtan összeszámolhatja, hogy pontosan mennyi jutalom is érhető el ezen a trophy roadon, de mint ahogyan láthatjátok, rengeteg bizonyos pontokon nagyon-nagyon sok krediteket kaphatunk. És nézzük is akkor az új környezetet, aminek a logója így néz ki. Ja, túra, amúgy nagyon hangulatos. Sok-sok cukor, csokoládé, fánk, minden édesség. Hát tényleg olyan, mintha valami Candy Crush játékba léptél volna be. Mi a fene? Gumicukor, minden édesség. Amúgy most megkívántam rendesen így az édességet. Nyalókák. Azt a videót, és itt van Candylandnek a királynője, meg még mellette ki is bújt egyszer-kétszer Chester is. Jobb oldalt pedig megy a felvonó felfele, és hozza befele ugye valószínűleg a látogatókat. Azt a mindenit, Star Parkos jel, meg minden. Nyilván, hogyha egy Candylandes skinnel jövünk be ezekre a környezetekre, akkor érezhetjük igazán otthon magunkat, mert nagyon mennek ezek a skinek ebbe a környezetbe. Na megyek is, aztán benyomok valami édességet. Ezt így nem bírom. Úgyhogy ennyik is lettek volna a mai sneak peek-ek, nagyon sok mindenről lehetne még beszélni, de nem igazán untatlak titeket tovább. Ugye vannak új pilek, új sprayek, meg ilyenek, felesleges, tudjátok ti jól. Szerintem lassan már úgyis mindenki bealudt ezen a sneak peek-en, de rengeteg izgalmas dologgal jövök még számotokra, úgyhogy ha nem szeretnétek lemaradni, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel a csatornára, és dobjatok egy hatalmas lájkot, hogyha tetszett ez a videó.